Sziasztok! Most érkeztem ide az Óbudai Népzenei Iskolához, és mindjárt be is megyek. Keresek olyan kollégákat, akik öreg motorosok a táncházvilágban, és felteszek nekik három röpke kérdést. Ez egy nagyon rövid interjú rész lesz. És ezt azért teszem, mert kaptam egy kis támogatást a Halmos Béla pályázat által, és azt ígértem nekik, hogy ez a három rész, amire kaptam, az a táncházakról fog szólni. Úgyhogy megyek és meg is rohamozom őket az első kérdéssel, inkább kéréssel, hogy meséljenek olyan élményeikről, amik a régi paraszti társadalom táncos, zenés kultúrájával kapcsolatosak. Várjál, melyik sztorit meséljem el? Ez jól kezdődik. Az biztos, ahogy nekem mesélték az öregek, a mindennapjaik része volt az, hogy mulatnak, táncolnak, bál van. Nyilván nem hívták táncháznak. Az Alföldön, ahol én gyűjtöttem, ott ezt nem így hívták, hanem bál volt, patkaporos bál. Általában munkához kötődött. És nem tudom, hogy milyen bálak lehettek, de elég kemény emberek laktak a Dél-Alföldön. Úgyhogy volt egy időszak, amikor kifejezetten tiltották a bálakat. Mert verekedés volt, vagy bicskázás volt, vagy ilyesmi, és azt azzal kerülték ki, hogy mindig kitaláltak valami ürügyet, hogy jött a csendőr, maguk mit csinálnak, miért van itt bál? Hát mert névestét tartunk, névnap ünnepet. Na és milyen névnap van ma? Hát azt nem tudjuk. Na akkor szétterelték a csapatot. Más alkalommal, hogy mit csinálnak maguk itt? Miért van itt bál? Hát mert tanya szentelés van. Micsoda? Ez a tanya 100 éve itt áll. Miért van itt tanya szentelés? Úgyhogy hát mindig ez volt a dolog lényege, hogy valahogy hogy lehet kibújni ez a bál tiltás ellen. De hogy tényleg volt benne alap, azt egy klarinétos bácsi mesélte el, Tari Rókus. Kérdeztem, hogy miért voltak betiltva a bálok. Hát volt bicskázás. Hát mondom, de legalább a zenészeket béké hagyták. Igen! És fölhúzta az inge oldalát, és a fél ökrömnyi luk volt az oldalában, mert őt is megbicskázták egy bálba, úgyhogy a zenészeknek is azért vigyázni kell. Szóval se jutott. Ugye Szék városából indult ki a táncház mozgalom, igen, vagy ők voltak a minta, igen, és Székről nekem volt két nagyon, nagyon nagy mesterem. Csorba János bácsi és Filip Mari néni. És ismeretes a táncházba az a széki magyar, tehát amire négyes táncolunk, az édesanyám, miért is szültél, ha engemet megvetettél. Ugye a Lajta széki gyűjtésben nem tudom hányas számú széki magyar ez a dallam, és Csorba János bácsi is, és Filip Mari néni is csodálkozott, majdnem mondhatnám, hogy megbotránkozott azon, hogy erre a szövegre, ugye náluk soha nem szövege volt a nótának, hanem szava. És nem ének volt, mert mikor egyszer mondtam Csorba János bácsinak, hogy énekeljük el még egyszer azt az éneket, akkor így rám nézett, hogy mi a templomba énekelünk. A táncházban nótázunk, a mezőn az asszonyok dúdalnak, tehát az éneklés az a dúd vagy nóta. Az ének a templomba van. Tehát ami ének, az a templomba van. És erről a széki magyarról, amit itt az előbb elkezdtem, van talán a második verszaka, vagy szava, az, hogy nem is olyan rég nincs anyám, csak mióta meghalt apám. Nem is értettük ezt. És Csorba János bácsitól, meg Filip nénitől, Filip Mari nénitől jött a magyarázat, hogy ez az asszony, neki volt egy édesanyja, aki elhagyta őt akkor, amikor az édesapja meghalt. És összeállt az édesanyja a szomszéd emberrel, és őt eldobta. És ez az asszony, ez a saját szívebánatát, keservét énekelte bele ebbe a nótába, vagy dúdba, és János bácsi meg Mari néni rácsodálkozott, hogy erre az asszonynak a keservére Budapesten a táncházba táncolnak. Na. Mert ott ugye az volt, hogy a széki magyarokba, meg a csúlyogatásba mindenki olyan szavat rakott belé, ami ő hozzá illett. Amikor találtunk egy régi szív dallamot,
Mari néni mondta, hogy hát az öreg zsuki beszípen húzta ezt. És mondom, Mari néni, tudna rá szavakot? Hogyne, lelkem? Lehet ebbe rakni reggelig? Kinek mit a szíve diktál? Tehát soha nem énekeltek, nem tettek bele olyan szavakat, ami nem illett hozzájuk, vagy nem vonatkozott rájuk, vagy az életükre. Az én mestereim, pásztorok, furulyások, dudások, többnyire azt válaszolták, hogy kint a legelőn volt a legnagyobb élmény zenélni, úgyhogy ők hallották, a teremtett világ hallotta, annak a teremtője hallotta, és az állatok hallották. Versenyre keltem a madarakkal, ezt mondta Pista bácsi erre az alkalomra. Szóltak azok a 16-osok, azok a kolompok az állatok nyakába, és arra ráfújráztam, és még a tetejében ki is mértem, hogy a kolompjai össze voltak angolva pont a furuljájával, ez lehet véletlen is. A közösségi alkalmakat azt úgy emlegették, mint a, hát mondjuk a lányvadászat is belejátszott, a kis közösségeknek zenéltek, lakodalmakban nem nagyon, ilyesmiről nem volt szó, sőt, arról volt szó, hogy ott nem nagyon volt igény a furuljára, kivéve mondjuk Gyimest. És ott fonókban, keresztelőkön, regruta vacsorákon szólt a furulja úgy, hogy énekeltek hozzá, vagy esetleg táncoltak rá az emberek. Mesélnél saját élményeidről egy kicsit. Említetted, hogy a várai táborok szoktak olyanok lenni, hogy nagyon kedvesek számodra, ami így mostanában szokott történni, hogy esetleg mások is tudjanak hozzá csatlakozni. Igen, én most elmondtam, hogy ők elsősorban a természetben való zenélést tartották nagy élménynek. Hát én már azért, illetve a táncházas zenészek, akár furuljázunk, akár hegedülünk, akár donálunk, mi közösségnek zenélünk, ez a fontos. Ezért legszebb élményeim ezzel kapcsolatban a várai táborozás, egyszólam táborozás estéi és éjszakái, amikor hatalmas mulatások vannak, igenis, hogy furujára vagy dudára, és éjszakánként meg a tábortűz mellett éneklések és hasonlók. Igen, hát én is voltam részese egy pár ilyennek, úgyhogy tudom, akkor... hogy igazat beszélsz. Én ugye 1980-as évek közepén kezdtem el mondjuk táncházba járni, és egyrészt hát nyilván táncolt az ember, mert hogy jó csajok voltak, másrészt meg hát ugye zenéltünk. De ez annyira régen volt, hogy igazából az én hangszeremmel, a tekerővel még nem nagyon tudtak mit kezdeni, tehát nem volt délalföldi táncrend, hanem volt mondjuk somogyi. A legnagyobb bulik azok a Almási téren voltak, a Téka táncházban, ott 3-400 ember mulatott egyszerre, és egy ilyen somogyi táncrendbe ugye be kellett állni tekerővel, Téka együttes, Avasréti Pali bőgözött, a Lányi Gyuri dudált ilyenkor, Porteleki Laci hegedült, és akkor egy-két ilyen tekerős, akik már úgy ügyesebbek voltunk, beültünk, és hát eleve a somogyi ugrós is viszonylag gyors, vagy gyorsan játszották, és a csárdás, meg a friss, az kifejezetten gyors volt, sokkal gyorsabb, mint az alföldi friss csárdás. És emlékszem, hogy majd leszakadt a karom, olyan eszméletlen tempóba kellett húzni a tekerőt, és a Palcsi, ahogy ott pengette a bőgőt, így odaszólt, hogy na most kell pihenni. És én úgy izzadtam, és leszakadt rólam a víz. És ma már tudom, hogy mekkora bölcsességet mondott a Palcsi, mert hogy azért ebbe egy hatalmas nagy lendület van. Tehát, hogy tényleg nem energiával és nem fizikai erővel kell ezt csinálni, hanem a tempóban ez szinte egy ilyen öngerjesztő mozgás. Igen, akkor tényleg lazítani kell, hogy ezt a friss csárdást lehessen csinálni. Ez nekem egy nagy élmény. 31 évet töltöttem a Kalamajka zenekarral, a bizonyos Molnár utcának nevezett táncházba, és ott módunk volt nagyon sok, hát mi úgy hívjuk ugye, hogy adatközlő, rengetegen jöttek Erdélyből, Ötvös Györgyi volt akkor
Molnár utca 9 belvárosi ifjúsági ház. Na. Nagyon híres táncház voltunk, és hosszú évekig György Karcsi volt a gazda, majd már mondtam neked, hogy Karcsit is hívjuk majd megbeszélgetni erről, mert nagyon sok mindent tudna ő is elmesélni. Tehát volt egy ilyen 31 éves táncház múltunk. A Kalamajka zenekarból már csak én maradtam, meg egy átmeneti hegedűsünk, a Székely Levent, aki 5 évig volt a primásunk. A 31 év táncházazás alatt én 31 évig gyerektáncházakat tartottam. Úgyhogy én ott edződtem bele a gyerektáncház tartásba, vagy gyerekfoglalkozásba. Tehát úgymond nekem könnyebb volt, mint egy ilyen átlag táncosnak, mert ugye nekem óvónéni az eredeti szakmám, és én nem táncolni tudtam jól, hanem az óvodás korosztályhoz értettem, és ezért volt sikeres a gyerektáncházunk. Ott edződtem be a mesélésbe is, és ma ugye itt ülünk az Óbudai Népzenei Iskolába, mindjárt jönnek az előképzősök foglalkozásra, Szerényi Andi fog ma velük táncolni, ha minden igaz, te zenélsz nekik egy kicsit. Igen, egy kicsit, ha már így itt vagyok, akkor... És én meg mesélek is, mert mese mindig van. És még egy harmadik kérdésem van az, hogy mit mondanál azoknak, akik még nem részesei ennek a világnak, hogy miért érdemes esetleg csatlakozni, meglátogatni ilyen táncházat, vagy egy ilyen tábor például? Hát nézd, szerintem a népzenész az régen is tükröt tartott annak a közösségnek, akinek zenélt, ugyanis annak a közösségnek a zenéjét játszotta, amit az a közösség a magáinak tartott, tényleg ő alkotta, ő tartotta fönn, ő örökítette. Ezért egy hangszeres zenész az tart egy olyan tükröt a közösségnek, amelyben nagyon szépnek láthatja magát. Most az a helyzet, hogy a tükröt úgy tartjuk, hogy az a közösség az már nem erről a világról nézi, aki így büszke lehet rá, hogy megalkotta, viszont ez a zene, ez képes arra, meg ez az egész kultúra, hogy közösséget teremtsen. És akkor visszatérhetünk a Várajai táborra, de akkor aztán sorolhatnánk, hogy hány ilyen közösség született már az országban úgy, hogy ennek a kultúrának a jegyében vannak együtt. És akkor már nincs más hátra, mint közösségé válni, fogyasztóként ezt nem lehet szeretni, csak közösségként. Tehát ezért jöjjenek, mert itt nem lesznek egyedül, mondjuk így. Aki ma el akar menni egy táncházba, vagy folkocsmába, szerintem egyszerűen úgy nyisson be, hogy ez egy jó buli. Jó muzsika van, és érezze jól magát. Ne akarja ráfeszülni. Ne akarja azt, hogy júj, nem tudok táncolni, nem ismerem ezt a zenét. Miért? Hát elmegyek egy szórakozó erre, ott ismerem azokat a zenészeket, vagy ismerem, hogy az, mit tudom, Amerikába kitalálta ki, és arra mit lehet táncolni. Nem, engedjük el ezeket a dolgokat. Lazán érezzük jól magunkat, és hogyha már jól éreztük magunkat, akkor elkezdjük úgy tanulgatni is. De hát azért ezeknek a táncoknak mindegyike, az alapja nagyon egyszerű. Hát ha egy picit tudok mozogni, akkor azt már ne szégyeljem, hanem mozogjak. De szoktam még viccesen azt is mondani, álljatok föl is, pogózzatok, érezzétek jól magatokat, ezt üzenem. Egyébként sokszor van ilyen, hogy ez történik, amit most mondasz, hogy persze. Külföldiek jönnek, szimplába például, persze. Elmennek egy valamilyen rock'n'rollra, vagy persze. Valamilyen diszkóra, és átkerülnek a szomszéd terembe, és ott ragadnak. Persze, ez ilyen egyszerű. Tehát, hogy egyszer láttam valami felvételt a bécsi filharmonikusok, nem tudom én, Strauss, szabatéri koncert volt, és komolyan a közönség az pogózott Straussra Bécsben, a bécsi filharmonikusokra. És hogy látni kellett volna a zenészek arcát, életükben először jó ízűen muzsikáltak. Hát még a férjem, Dövényi Péter, Isten nyugtassa, ő mondta, hogy az a nagyszerű a gyerektáncházba, és szerintem a felnőtt táncházba is, hogy a gyerekek a saját anyanyelvük kultúrájára, zenéjére tanulnak meg mulatni.
Tehát úgy szórakoznak, úgy mulatnak, hogy a saját gyökereikből táplálkoznak. Hát ezért, hogy tudjunk magyarul mulatni, szórakozni.